Talán Sopronkövesdről még sosem volt napi témánk, ám most ennek is eljött az ideje. Az elmúlt vasárnap, azaz március 4-én egy fotókiállítással egybekötött előadást látogathatott meg a közönség az Alkotóházban. Vadász Zsolt, akit leginkább életművésznek lehet nevezni, trabantos expedícióiról tartott fényképes élménybeszámolót. A rendezvényt Fülöp Zoltán polgármester nyitotta meg. Köszöntük minden érdeklődőt ezen a szerintem megint érdekesnek ígérkező vasárnap délutánon. Kövess, de most már szokás, hogy jó néhány kalandvágyó, világot járó ember bemutatkozik, és elmeséli azt, hogy hol járt. Ezzel nekünk vagy kedvet csinál, vagy legalább álmodozhatunk azon, hogy de jó lenne nekünk is egyszer eljutni egy ilyen különleges tájra. Vadász Zsolt az, akihez fotós ismerőseink, kövesdi fotósaink révén egy kis áttétellel, Mátyás révén eljutottunk, és Vadász Zsolt az, aki Trabanttal járja Afrikát, most érkezett meg a Bamako-ról, és olyan információim vannak, hogy innen újra autóba ül és irány újra Afrika. Az előadásból haladnak később részleteket is, most azonban egy rövid interjút hallhatnak Vadász Zsolttal, akitől többek között azt is megkérdeztem, hogy miért pont egy Trabant az, amivel ezeket a túrákat végrehajtják? Azért, mert prezentálunk. Tehát, hogyha egy Ladát választanék, vagy egy más jellegű, akár kis kategóriás gépet is, az nem ugyanaz lenne, mint egy Trabanttal végigautózni Európát, végigautózni Afrikát, végigautózni az északi sarkört. Milyen gyakran kell cserélni az autókat? Hány túrát bír ki egy ilyen autó? Hát körülbelül 4 esztendője autókázak, és hát lehetne ezeket az autókat a végtelenségig javítani, építgetni, de most a 4 év alatt ez a 6. autó, amivel indulunk. Volt elhangzott, de az nem lett fölvéve, viszont érdekel, hogy mi lesz a következő túra, és az mikor kezdődik? Ma este indulunk Livorno irányába, és szerdán szállunk hajóra Tunézia irányába. És ez mennyi időt vesz igénybe ez az új túra? 21-én fogunk visszajönni Európába, és úgy jövünk majd haza. A Robornak az volt az ötlete, hogy úgy spórolnak az üzemanyagon, hogy van Magyarország, amelyiken ez esetben a legolcsóbb volt az üzemanyag Budaörsön, és nem többet, mint 980 liter gázolajat bekannáztak a Roborba. Gyakorlatilag az ötödik ember ilyen 20 literes marmonkannákon aludt, az volt az ágya. Szirmai Gábornak hívják, óriási egy arculat, Afrika utazó, Afrika kutató, ilyen esetben Ugandában van. Tehát túlélte ezt a kalandot, viszont engem igen nehezemre esett, hogy összesen 14 alkalommal kellett gumit szereltetni, mert nem létkán úgy nézett ki, hogy kalandos a dolog, mert például van egy roburkerék, kellene rá egy külső gumi, egy belső gumi, meg valakik, akik összeszerelik. Nuaksodban ez úgy néz ki, hogy külön van a külső gumibolt, meg a belső gumibolt, meg külön van az a legénység, akik összeszerelik az egészet. Megoldottuk 2 napos küzdelemmel, föl is tettük a felpumpált roburkereket összeszerelve a Trabantom tetejére, és mire visszajöttünk vele a roburhoz, addig leengedett. Ilyen és ehhez hasonló sztorikat is hallhatott a közönség vasárnap Sopronkövesden az Alkotóházban. Vadász Zsolt, korábbi ejtőernyős katona, illetve börtönőr néhány éve úgy döntött, mindent maga mögött hagy és túrákra indul. Többször megcsinálta már az El Camino-t, Afrika és Európa számos országában járt már. Norvégiába például társával Trabanttal jutottak el, ahol megcsodálták a sarki fényt is. Már több éve a Budapest-Bamako rally résztvevője Zsolt, autóinak viszont csak a márkája állandó, évente egy-egy Trabantot elhasznál. Az utazások célja környezetvédelem és a jótékonykodás. Az előadás után társával, Cigle Györggyel ismét Afrikába indultak egy újabb Trabanttal. Céljuk ezúttal Tunézia. Mi lesznek ennek a túrának a részletei? Hol mennek? Ma éjszaka indulunk Olaszország irányába. Toszkánában eltöltünk körülbelül 2 napot. És Civita Vecchiából kompal átkompalunk Tunéziába, Tunizba. Ott eltöltünk közel 1.5 hetet, és visszaúton pedig kompal Szicília, Palermo, egy kis vulkánmászás, megnézzük Corleone-t, meg még néhány ilyen filmforgatási helyszínt, és aztán visszaút Olaszország, Róma vagy Pizzából én repülök, a Trabantnak megy tovább útjára. Még általában az ilyen túráknál az autóhoz vissza szokott térni, vagy pedig azért előfordul, hogy nem jön az vissza? És hogyha visszajön, akkor mivel jön vissza? A Budapestban a Konami tulajdonképpen e hét elején ért Zsolt számára véget. Ő visszajött az autóval. 2 alkalommal visszajött, 1 alkalommal viszont ottkint Maliban értékesítette az autót. Általában visszajön, de egy út, egy Trabant. Ez a tapasztalat.
A Budapest-Bamako-ra Li minden évben tartogat érdekességeket. Olyan országokon vezet keresztül, melyben gyakran diktatúra, illetve szegénység az úr. Vadász Zsolt természetesen rengeteg adományt is visz a rallin, ő azonban nem az útvonal közvetlen közelében osztja szét ezeket legtöbbször, hanem távolabbi falvakban. Az útvonalon pedig valahol már majomkenyérfával is lehet találkozni. Ez már egy szavannai jelkép. Úgy hívják, hogy Baobab-fa, vagy közismertebb nevén majomkenyérfa. Ennek a fának vannak sztoriai, meg vannak érdekességei. Először mondom a sztoriát. Tehát úgy nézett ki, hogy itt Isten, ott Allah megteremtette a Földet. A növényeket, az állatokat, az embereket elhelyezte megfelelő környezetükben, és akkor érlegeltek. Kivéve a Baobab-fát, ő úgy döntött, hogy neki itt nem felel meg. Ezért kicsit ripolt Allahnak. Jó, Allah türelmes, Allah áttelepítette egy másik helyre, amíg szintúgy nem felelt meg a Baobab-fának, ezért Allah tövestől kitépte a Földből, és fejjel lefelé dugta le. Nos, így néz ki a Baobab-fa. Másrészt pedig az érdekessége, ami a valóságos jó tulajdonsága, hogy a Baobab-fát a benszülöttek minden ízében felhasználják. Tehát levelét, fáját, gyökerét, termését, a majomkenyérfának a gyümölcséből lehet a lisztéjőrölni, kenyeret sütni belőle, ledarálni, kávét főzni belőle, teát főzni belőle, sőt, még pipával is el lehet szívni. Ugyanakkor, hogyha a törzsébe lyukakat fúrunk, és azokban megáll az esővíz, a Baobab-fa csersav tartalma miatt egész egyszerűen nem poshad meg benne a víz. És ez bizony egy szomjazó utazót sokszor menthet meg a szomjahalástól. Az előadásra az Alkotóház előadóterme megtelt, az előadás után pedig tüzetesebben is meg lehetett nézni a falra kifüggesztett fotósorozatot. És hogy mit mond a közönség? Érdekesnek találtam az előadást, igazából azért jöttem el, mert mindig is foglalkoztatott, hogy egy ilyen expedíción esetleg részt vegyek a közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben. Sokkal földhöz ragadabbnak tűnik így, mint hogyha valaki egy tizen sok milliós terepjáróval indulna neki a több ezer kilométeres útnak. Igazából maga az előadás is tetszett, és maga a kiállítás is tetszik, amit a Sopronkövesdi Alkotóházba került összeállításra. Magam is fotózgatok, úgyhogy nagyon jó inspirációt is tudok ebből nyerni igazából. Köszönöm szépen a lehetőséget. Felpesdől Sopronkövest kulturális élete már az elmúlt években is számtalan programot szerveztek a faluban, ez idén sem lesz másként. Hamarosan, konkrétabban március 22-én érkezik László Gyula, világrekorder, labdazsonglőr, májusban pedig maga a Viszkis, azaz Ambrus Attila élvezheti majd a falu vendég szeretetét. Miért pont Sopronkövesd és miért pont a Sopronkövesdi Alkotóház adott helyet ennek az előadásnak, illetve hogy mi volt ennek az apropója, hogy ez itt megrendezésre került? 2010 óta vagyok polgármester, és azóta nyitottak vagyunk. Előtte úgy éreztük, hogy nincs kulturális közösségi élet a faluban, nincs összetartozás, és nagyon sok fele nyitottunk, nagyon sokféle kulturális lehetőséget próbálunk ilyen helyi kis szinten is biztosítani, azért, hogy az emberek úgy érezzék, hogy jó itt Sopronkövesden élni, sőt, ez már érdekes a környékbeli településeknek is, és sok rendezvényre, ahogy most is, máshonnét is jöttek már. Ezt csináljuk a nagy rendezvényeinken is, szeptemberi kulturális örökség napjainkon, ami kétnapos, illetve a Pünkösdi Rózsa gyűjteményre alapozott Pünkösdi Rózsa napjainkon, ami egy háromnapos kulturális fesztivál, és tényleg befogadóak vagyunk, nyitottak vagyunk mindenkire, és örömmel várjuk az ilyen és az egyéb más jellegű kiállításokat, élménybeszámolókat is.